Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim, a mai napon bemutatkozik a várva várt híres, nevezetes Lázár-séféle tatár bifsztek. Mert hogy sokan kértétek, hogy vajon én hogyan készítem a tatár bifszteket. Na hát el kell áruljam a nem mindennapi módszerem titkát. Igazából rengeteg hozzávaló kell hozzá, viszont nincsen benne sem fűszerpaprika, sem fokhagyma. Úgyhogy jöjjön a várva várt tatár bifsztek receptem. Szerintem azt mindenki tudja, hogy a legfinomabb tatár bifsztek bélszínből készül, de szánszándékkal nem a bélszínből, hanem a marha combból fogom nektek elkészíteni. Ráadásul ilyen védőgázas boltban kapható szeletekből, hogy mindenki el tudja készíteni ezen változatát is. Miért jobb a bélszín, mint a marhacomb? Hát nagyon egyszerű a dolog, sokkal kevesebb meló van vele, mármint fölaprítani, földarabolni, mint egyébként, mint a bélszínnel. A bélszín egy sokkal lágyabb szerkezeti hús, és sokkal könnyebben krémesíthető. Na de az is baj, hogyha valaki esetleg mondjuk kuttergépbe teszi, vagy olyan gépbe, ami fölvágja helyettünk a marhát, mert az meg túl krémesre darabolja, az se jó. A daráló egyébként a legegyszerűbb módszer erre, hogyha kétszer-háromszor ledaráljuk a marhacombot, de a comb, marhacomb és a marhacomb között is nagyon nagy különbség van. Nézzétek meg, hogy ez mennyire szép vörös színű, szinte kicsattan a jó íztől, és hogyha ezt, nézzétek, végighúzom így a kést is rajta, ha megvágjátok, ez biztos, hogy nagyon kellemes ízélményt fog adni mindenki számára. Valamint tartózkodjatok a kicsit sápadtabb színű és zsírral még jobban átszőtt marhacomb részektől, mert azokból nem lehet jó tatárbifszeket készíteni. Na de, ez csak az első lecke, illetve az első fontos momentum ezzel kapcsolatban. A második rögtön itt van. Ezeket a részeket ne is vágjátok bele, ezek főleg a hús szélein találhatóak, ezeket vágjátok le, és ez nagyon finom például a levesbe. Jó, abba félre kell tenni, le kell fagyasztani, de a tatárbifsztekbe csak a szín tiszta húst használjátok. A legegyszerűbb először nagyon vékony szeletekre fölvágni, majd aztán csíkokra, és aztán az éles kés segítségével még apróbra. Ez a folyamat egyébként egy olyan jó 25-30 percig is eltarthat, úgyhogy erre mindenféleképpen készüljetek fel, viszont az élmény nem fog elmaradni. Hát 20 perc elteltével, hát körülbelül így fog kinézni nektek is a hús. Ha azt hinnétek, hogy már készen vagyok, nem, most jön még a java. Ilyenkor kell már két kés, és indulhat az igazi gyors menet. Na, hát körülbelül... Én is leizzadtam, erről szól a történet. Na ezt nézzétek, tehát ilyen állagú lesz az így módon megpuhított hús. Nagy meló, de megéri, mert ezt az ízélményt semmi más fűszer nem fogja tudni pótolni. Ugyanis, hogyha így vágjátok föl a húst, higgyétek el, még egy ilyen rosszabb minőségű, idézőjelbe, marhahús részből, mint a comb, is nagyon finom tatárbifszteket lehet csinálni. Pontosan ezért. Hát viszont azért kell hozzá muszkli. Jó, meg energia. Tehát ha elő van készítve a hús, akkor jöhet a fűszerezése. Ezt hogyan tegyük meg? Úgy, hogy ne nyúljunk semmihez, csak szépen egy kicsit szedjük össze a húst, toljuk középre, és jöjjenek rá a fűszerek. Legjobban ugyanis úgy lehet összekeverni az ízeket, ha egyből belekenjük a húsba. Ezért hagytam a deszkán. Jöhet először is a két teáskanálnyi mustár. Így szépen belekeverve. Így. Jöhet hozzá két teáskanálnyi szójaszósz. Jó, kettő meg egy kicsi. Szójaszósz, mustár, figyeljetek nagyon. Jön hozzá egy teáskanálnyi felapított friss gyömbér. Jön hozzá egy jó 3 evőkanálnyi, nagyon apróra vágott hagyma. Lehet ilyen frissebb is. Egy csomag
egy csomag finomra vágott petrezselyem zöld. Két teáskanál ketchup. Öt teáskanál chili szósz. És kapaszkodjatok meg, egy kis, hát inkább mokkáskanál wasabi. Wasabi, wasabi. Hozzáadok még egy kb. Két dekányi puha vajat. Így. Jöhet hozzá a só, ízlés szerint, törött bors, még nincs vége. Tehát nincs fokhagyma és nincs piros paprika. Ettől még higgyétek el, fantasztikus lesz. Tehát törött bors, só az rajta van, körülbelül egy evőkanál méz. Így. Hogy krémes legyen, nem csak vaj kell hozzá, hanem egy tojás sárgája. Ami még nem hiányozhat, egy kis lime, pár csepp lime leve. Így. Ami még fontos, egy kis szezámolaj. Körülbelül egy táskanálnyi. Na! Ezt követően két villa, és jöhet az összeállítás. Amíg összeállítom, elmesélek nektek egy történetet. A tatár bisztekről ugyanis az a legenda vagy mese járja, hogy ezek a barbár tatárok a nyereg alatt puhították a húst. Hát ezt még én is így tanultam az iskolába. Aztán kiderült, hogy mi is volt az igazság. A tatárok nem azért tették a marhahúst a nyereg alá, hogy ott puhítsák meg, aztán jó megegyék este, hiszen az egy egész napos nyereg alatt lévő hús, hát az igazán büdös tud lenni, főleg nyáron, nem hiszem, hogy ezért lehetett ez. Hanem képzeljétek el, az a legenda titka, vagy az a helyes, azért tették a tatárok a marhahús szeletet a ló nyerge alá, mert ott sebesedett ki egyébként a nyeregtől a lónak a háta, és ezt azért tették, mert nagyon gyorsan összehúzta a sebeket, még menet közben is. És ez volt egyébként az igazi oka, amiért oda tették a marhahúst. Jó? Tehát ezt nézzétek, milyen krémes. Ezzel, amit lehet kenni. Ez a vajtól, a tojástól. És hát ugye rengeteg fűszertől. Az íze egyébként nagyon különleges lesz akkor is, hogyha egy picit több csilit raktok hozzá, nem csak csiliszósz, hanem friss csilit is. És hogyha szeretitek a koriandert, friss korianderlevelet, akkor azzal is egy kicsit megtűzdelitek, meg spékelitek. Jó, mármint a ízvilágát. Miután így jól összedolgoztam, hagyom egy picit állni, és megmutatom, hogyan lehet a legszebben megtálalni. Elsőként szükségünk van pirítósra. Szükségünk van még uborkára, valamint lilahagymára. És akkor most jön az összeállítás. Először is a bekevert tatárbüszteket két módon lehet formázni. Vagy villával, csinálunk belőle egy ilyen kis vulkánt, köré rakjuk a kenyereket, és már fogyasztjuk is. Vagy, ami még ötletesebb, egy fagylaltos kanál, és ezzel szépen kupacokat formálunk. Így. Így helyezzük a tányérra, és így rakjuk körbe a friss, ropogós pirítóssal. Fokhagymát viszont szándékosan nem raktam a tatárbüsztekbe, ugyanis hogyha előre készítjük és egy fél napot áll, akkor a fokhagyma miatt hát elég kellemetlen szaga lesz a húsnak. Viszont hogyha csak a pirítóst dörzsöljük be vele, az a legtutibb, friss a fokhagyma illat, és már csak annyit kell tennünk, hogy rákenjünk ebből a finom húsból. Jó bőven, hiszen ez akkor finom, ha több a hús, mint a kenyér. Így. Ami még nem hiányozhat a tetejéből, az természetesen az előbb felszeletelt lilahagyma. Az uborka szeletek csak igazából ráadás, és azt a csípőséget tompítja, amivel ez a típusú tatárbüsztek rendelkezik. Úgyhogy jöhet rá egy kis lilahagyma, így, és már jöhetnek is a haverok. Egy kis uborka, így.
Remélem, ehhez a receptemhez is kedvet kaptatok, és kipróbáljátok. Sziasztok!